Egy komplex üzleti szolgáltatásokkal és nemzetközi befektetésekkel foglalkozó holland-magyar vállalkozás épített inkubátorházat a Felsőzsolcai Ipari Parkban. A 400 millió forintos beruházás eredményeként 3200 négyzetméteren irodákból és üzemcsarnokokból álló létesítményt adtak át. Az a neve a háznak, hogy DBA Innovációs és Ipari Központ. Mit is takar ez? Tehát innovatívak vagyunk abban, hogy a mi szolgáltatásaink itt a térségben nem találhatók meg így koncentráltan, mint ebben a házban. Egy kezdő vállalkozó itt kvázi mindent megkap ahhoz, hogy elkezdjen működni, illetve piachoz jutásban is segítjük. Mert a DBH ugye, mint korábban elhangzott, 4 országban dolgozik. Ugye az anya országunk úgymond Hollandia, onnan kezdtünk vállalkozni keletre, Magyarországra, aztán Szlovákia, és aztán pedig ugye Romániába. Aki hozzánk betelepül, természetesen kap támogatást abban, hogy keletre terjeszkedjen, vagy ha éppen nyugatra akar menni, Hollandián keresztül szintén támogatást kap. Tehát én azt hiszem, hogy egy dolog az, hogy megkapja az infrastruktúrát, a szolgáltatásokat hozzá, de ami nagyon fontos, az az, hogy szintén kapjon hozzá piaci lehetőséget. Illetve ami szintén fontos, hogy a DBH Groupban ugye van most már egy alap, amely 5 milliárd forintos, és az alap maga ugye a kezdő növekvőfázisú KKV-kba befektetni is képes. Tehát ha valaki bejön hozzánk, kaphat mind pénzt, mind piaci támogatást, mind pedig üzletviteli támogatást a működéshez, a növekedéshez. Egy kőfaragó kőcsiszoló cég tulajdonosa vagyok, elsősorban márvány és gránit megmunkálásával foglalkozunk. Ezekből állítunk elő berendezési tárgyakat, valamint az építőipar számára burkolati anyagokat, de belső építészeti tárgyakat is készítünk. Itt a Zsolcai üzemben közel 500 embert foglalkoztató vállalkozást indítunk majd. Inkubátorházzal természetesen találkozhatunk máshol is, de ilyen termelő inkubátorház viszonylag kevés van. Ez pedig így épült ezen a 3200 négyzetméteren. Azt hiszem, hogy ez tényleg az az inkubátorház, amiről beszélni kell, mert hogy ez az, ami funkcionálisan is tudja. Tehát nem csak egy irodaház, ahol egy helyen van egy jogász, egy könyvelő, meg egy tervező cég mondjuk, hanem valóban termelő tevékenységet is lehet folytatni, és ugyanakkor a vállalkozáshoz kapcsolódó adminisztrációt helyben megcsinálják, legyen az könyveléstől pályázatírásig, vagy most már, ahogy hallottam, még kockázati tőke kihelyezésig is. Termelő része is van, és így, ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nagyobb a meglétnek a lehetősége. Másik oldalról pedig hát olyan forrásokat mondott itt Erdei úr, a vezérigazgató, amit rendelkezésre tud bocsájtani egy kis és középvállalkozásoknak, amit fontosnak tartunk, hogy ezeket a csoportokat, tehát kis és középvállalkozásokat célozza meg, hogy ilyen értelemben kiegészítő, hogy hiánypótló-e minden olyan, ami pluszt tud hozni a megye gazdaságába, amíg nincs itt, addig azt mondjuk, hogy hiányzik. Az ipari parknak mindig hiányossága volt a nyújtott szolgáltatás. És az inkubátorház, amelyben most vagyunk, és amelynek a felavatása most történt meg, átadása most történt meg, egy szolgáltatást tud nyújtani elsősorban a betelepülő kis- és középvállalkozásoknak. Majd amikor a kis- és középvállalkozások esetleg megerősödnek, akkor természetesen tulajdonba szeretnének kerülni, és akkor remélhetőleg itt nálunk fognak tulajdont vásárolni. Ez a vállalatcsoport negyedik magyarországi beruházása. Szolgáltatott irodaközpontokkal jelenleg 2 országban, 3 helyszínen, Debrecenben és Budapesten, illetve Bukarestben vannak jelen. Az üzleti és befektetési szolgáltatások piacán egyedi üzletmodelljéről ismert holland cég üzemcsarnokokat és üzleti szolgáltatásokat, sőt, kockázati tőkét is biztosít a hazai és nemzetközi kis- és középvállalatoknak. A cég a gazdasági válság ellenére is bizakodó a befektetések tekintetében. Mindig előre kell menekülni. Tehát egy válsághelyzet az arra jó, hogy ugye megtépáz magánembert, családokat, gazdaságot, de mindig át kell gondolni, hogy akkor hogyan tovább, és ha valaki nem menekül előre, hanem behúzódik és iránkozik, akkor biztos, hogy el is pusztul. Tehát én azt mondom, hogy bátor, és ez a jó út, előre kell mindig menekülni. Aki ebben a válságban mer előre menekülni, úgymond, az előnyt tud szerezni a következő években. És úgy tűnik, hogy visszaigazol bennünket a valóság, mert ugye sokan féltettek bennünket, hogy most belevágni ebbe itt Zsolcán, nem lesznek ügyfeleink, és vannak.
Tehát már két cég van, aki aláírt velünk szerződést, és betelepülnek ebbe a házba, egy holland tulajdonú vállalkozás és egy német tulajdonú vállalkozás. Persze mind a kettő zsolcai, illetve zsolcai cég lesz, magyar Kft., de mind a kettőnk a tulajdonos a külföldi. Ebből is látszik az, hogy a DBH csoportnak a nemzetközi kapcsolatrendszer az igen erős, mert külföldi tulajdonú cégeket is hozunk be, amelyek exportképesek. Éppen ez egy olyan innovatív tevékenység, amihez ugye tevékenységeket fogad be, amihez ő biztosítja a feltételeket, tehát az épületet, helységeket, infrastruktúrát, és hát egyéb mást. És egy konkrét projekteket fog megvalósítani majd az, aki ide, illetve hát már mégis van, úgy tudom, a kapacitás 60%-a már le van kötve. A holland-magyar kapcsolatok a térségben több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza. Az ipar, a kereskedelem, de még a turizmus terén is vannak közös holland-magyar vállalkozások. Bilateral business relationship is a very intense relationship. Nagyon intenzív kétoldalú kapcsolatokról beszélgetünk. Hollandia még mindig az első öt legnagyobb befektető között van. A gazdasági válság ellenére is úgy tűnik, jönnek a holland befektetők Magyarországra. A megyei önkormányzat Dél-Hollandia tartományával több mint 10 esztendővel ezelőtt alakította ki a kapcsolatait, amikor még nem voltunk Európai Uniós tagok, akkor ők segítettek Brüsszelbe bizonyos pályázatokhoz hozzáférni, megismerni, illetve hát fizikailag is helyt adtak a kollégáinknak, hogy az ő irodáiba legyenek. Most megfordult a világ, és ide költözött ugye egy holland-magyar vállalat Miskolc mellé, Felsőzsolcára, és itt kínál irodákat azoknak a vállalkozásoknak, akik ide jönnek majd, és reményeink szerint oldják ezt a komoly munkahelyi problémákkal küzdő megye gondját. Tehát itt 27% körüli munkanélküliség van a megyénkben. Azt nem mondjuk, hogy ezzel megoldódik és redukálódik a nulla felé, de jelentős számban reményeink szerint munkahelyet fog teremteni. Ez a legfontosabb, azt hiszem, a ma és a holnapi napokban is majd. Present already, there are Dutch companies present in East Hungary. I mentioned them this morning. Számos holland vállalkozás van már jelen ebben a régióban. Nagy Európa vagy a világ számos pontján érdekeltséggel rendelkező cégekről van szó. Úgy gondolom azonban, hogy az is figyelemre méltó, hogy a Miskolc Egyetem az Eindhoveni Egyetemmel együttműködve egy nanotechnológiai projektet kezdett el, ami természetesen egy más jellegű, de az üzleti szektor felé húzó együttműködést jelent. A holland-magyar kapcsolatok a térségben több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza. Az ipar, a kereskedelem, de még a turizmus terén is vannak közös vállalkozások. A kamarában például még a kamara alakulásakor nagyon sok segítséget kaptunk a holland, az utrechti kamarától, hogy hogyan végzik ők a munkájukat, hogy kéne nálunk csinálni. Vagy akkor az utrechti kamarába minden évben elvittek 6 magyar vállalkozót, és egy-egy utrechti vásárra partnereket szereztek, neki tárgyalásokat leszerveztek, és egy nemzetközi pályázatból az egészet finanszírozták, és az éveken keresztül működött. Aztán tudjuk, hogy a hollandok nagyon szeretnek turistáskodni Magyarországon, és itt Észak-Magyarországon, a hegyeket szeretik, úgyhogy itt a nem véletlen, hogy ilyen idegenforgalmi vállalkozások is megtelepedtek, akikkel rendszeresen találkozunk, kamaránkba bejárnak, segítséget, tanácsot kérnek, és több holland kisvállalkozó van itt, tehát önállók az is a jellemző, hogy nem csak egy-egy nagy multi cég települ be Magyarországra, hanem a kicsik is megtalálják a maguk helyét. Nagyon jó a kapcsolatunk a követségi tanácsos úrral, Elzo Molenber úrral, aki ragyogóan beszél magyarul, és általában a holland-magyar kamarával, a holland követséggel is. A Felsőzsolcai Ipari Park ezzel szinte megtelt. Az első ütemből már csak 4 hektárnyi terület vár értékesítésre. Ha figyelembe vesszük az elmúlt időszak nehéz gazdasági helyzetét, gondolok itt a 2008-tól kezdődő gazdasági pénzügyi válságra, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy ennek ellenére sikertörténet. Bár jobb szerettük volna, hogyha gyorsabban történik a betelepülés az ipari parkba, de így sem lehetünk elégedetlenek. Első ütem 45 hektár, körülbelül 45 hektár elkelt, ezt a 4 hektár leszámítva, nincs még mind ugyan beépítve, de hát ugye, nem elég sokat elkelt meg benne
a beruházáshoz ugye pénz kell, források kellenek, válságba jött meg egyebek, úgyhogy nem egyszerű, de úgy gondolom, hogy sikertörténet lesz továbbiakban is, vagy most nagyon hiszem, mert hát úgyis vége lesz a vásárnak, tehát a tőke mozgásnak meg kell indulnia, és akkorra egy újabb 42 hektárra már várhatjuk, várni fogjuk a befektetőket, mert ezt a közeljövőben, tehát napokon belül elkezdődik a beruházás, hogy az időjárás engedi. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb döntési szempont az volt, hogy a térségbe akartunk jönni, ebbe a térségben, mert azt hiszük, hogy ebbe a térségben szükség van arra, hogy a hazai és külföldi KKV-knak biztosítsunk profi szolgáltatóházat ahhoz, hogy tudjanak növekedni, vagy akár csak megkezdjék a vállalkozásukat. És hát itt Zsolcán kaptunk egy szeretetet, egy otthont. Én az, mikor megérkeztem a Városházára, azon éreztem, hogy Zsolca akar bennünket. És hogyha valaki egyébként úgy toppan be egy Városházára, hogy érzi, hogy őt akarják itt, akkor sokkal könnyebben tud dönteni. Tehát alapvetően ez egy kéttényezős dolog volt. Mi is akartunk jönni, és szeretettel vártak bennünket. Én azt remélem, hogy a tapasztalatok alapján tudták ezt a döntést meghozni, amikor meghozták, hogy ide települnek a Felsőzsolcai Ipari Parkba, és azt remélem, hogy a döntésüket nem bánták meg eddig sem, és a jövő pedig őket fogja igazolni.